Na. King P versus Katya Keen, itt vagyunk végre a várva már várt mérkőzésen, és jobb fölül látjuk, ugye King P Protoss, és alul az alsó helyen indul Katya Keen, mint Zerg. Jó irányba scoutod az Overlorddal. Így van, az Overlord elindult. Mi lesz a stratégia vajon a Zerg oldalon? Overpool, 9 pool, 12 hatch. 12 hatch vagy Overpool, ha tippelnék én. Meglátjuk. A King P az majdnem mindig plusz X spell, és az vagy Forge-val csinálja. Átad a Forge-ot, itt egy Forge-ot fogunk látni, majdnem is fölül menne. Ja. Majd meglátjuk. Zerg ellen inkább érdemes a Forge-al kezdeni. Már épül is a pályon. Azt elmondom, hogy nem sokáig tudja, hogy azt a pályon mennyire kell éjszakra venni, hogy a nekünk még kiférjen, de szerintem ez a process tudja. Ja. Hát igen, szóval itt elég szűkös a hely, hogy hova tegyed le rendesen. Elég szar dolog falazni ezen a pályán. Megy ki a kiben. És egy overpool készül, hát egy mindjárt. De nem jól felemett a prób, ezért le kell tenni majd forge után talán két kolont is. Ja, igen. Igen, ilyenkor a... Már hogy a forge-on fedjátlán, az lesz. Az igen. Ja, hát itt ugye... Azt hiszem az van, hogyha 4-pool ellen is akarsz biztosra menni, akkor egy canont kell letenni és utána azért, ugye a gateway-t. Mert akkor a gateway az ugye blokkolja a canont, viszont a második canon nem menne ki időben a 4-pool ellen. Nem tudom, hogy itt kell-e aggódnia egyáltalán a 4-pool miatt P-nek. Az két dont azért látok a lecsőrelem, mert is segítkeznek, hogyha nem tudnak keresztülni, az egy akkor a másik ottan. Segít, ja. De nem kell segíteni, de visszamegy el. Ott na. A hatch. És az egy canon is kim van. Na viszont, minthogyha elszaródott volna a stream, vagy mi van? Még nem érnek az emberek. De a YouTube piros. Na, de közben... Kergetőznek. Ja, kergetőzés az jó. Na, de a prób úgy látszik, sikeresen kimenekül. Menekül a prób. Szép, egyenes vonalú, egyenletes mozgás. Na jó, néha kis módosítja az irány. De és... Na, kimegy, visszamegy, hova megyünk? Megnézni a harmadikat. Jó, hát a harmadikat is meg kell nézni. Hát mik vannak itt? Na, hopp. Két link is odajött. Na, tehát ez lehet. Ez azért a jó kis greedy stratégia az Zerg részről, hogy egyből kitenni a harmadik helyre is a hatcherit. Na, most Krauz a Lajos laggol ki, úgy tűnik. Mondjuk igazából látta, hogy King P-nél most készültek a gateway, szóval annyira nem mondanám talán Greedy-nek, hogy... Aha. Inkább egy biztonságos játék. Te azt mondod, hogy mivel késői a gateway, így ez belefér abszolút probléma nélkül. Igen. Na, én várnék még egy hetet a Katya Keen-nél, a Natural-hez. Na? És ott van. Aztán meg még egyet várnék a harmadikhoz is. Na az már az igazi. Annyiból már lehet venni egységeket gond nélkül. Én laggolok, azt mondjátok? Aha. Egy sárga laggol vagy. Igen. Egy kicsit, mintha valami ott történt volna. Aha. Megpróbálok gyorsan átmenni a másik szobába, hát ha segít, hogyha közelebb vagyok. Kerülj közelebb a... ezéhez, ja. A lingek közben elkapták a próbot a bázison. Na hát innentől kezdve... P nem látja, mi történik a Zergnél. Megy két drón, de miért is kettő megy aztán? Megy az hetet, az biztos, ne? Nem vesz az.
Az ötödik hatchery is ki lett téve. És most le kell tenni a Exotorostól, szerintem talán egyet mindenképp, de ezek kettőt is. Ez jó, ez egy nagyon masszív economy build az Erg részéről. Protossnál kiment ugye a Stargate. Tehát a Protoss azt tudja, hogy az Erg most nagyon a gazdaságára fókuszál, de nem tudja, hogy mi lesz a tech. De még az Erg se tudja, mi lesz a tech. Az Erg, azt csinálhatna olyat ilyenkor, az overload-ot, azt a Protoss megcserélnél, az beküldi a főbázisra, hogy, hogy mennyi Stargate van például. Ja. Megcsinálhatná. De nem csinálja. De elindult. Pár ling az megindult. Na, akkor amit mondok, azt fogja, igen. Akkor mégiscsak megnézi, na. És akkor ugye a hidad ennek elkezdni, a hibásra vélekezni a oldalán, a hidrolitikátok. Na. Így ja. Van, ahogy mondtam, megnézi a oldalat, hogy mennyi van itten, hogy itten most mi lesz. Így van. Na hát egy Stargate-et, hát nem ment föl túlságosan az északi irányba azért. Ja, még mehetne pedig, ahogy... Ja, de azt mondjuk látja, hogy izé van fölötte, Citadel van fölötte. Jönnek a zelotok. Speedlotok. Nem látta a Citadelt, azt nem látta egyébként. Én úgy tudom, én úgy néztem, hogy látta. Amikor levettem hát a... Rákutatok a nevére, akkor nincs ott, hogy épülne valami, vagy azt nem mutatja? Azt nem mutatja, hogy ilyenkor utólag már az épületeket, ja. De amikor pont ott volt az Overlord, azt pont látta, úgy láttam. Corsair szépen dolgozik közben. Ja. Hát még nem a legnehezebb munkával bízták meg ezt a Corsair pilótát még az azért. Az már igaz. Na jönnek ki ugye a hidrákok. Én szerintem ez sokáig van ez a... Beragadt a kacsakén igazából, ez beragadt, beragadt talán. Mire gondolsz? Overlord-dal, tehát ez most már jó, de itt várhat, ja. Hogy kijöjjön. Aha, uh-huh. Aha. Igen. Igen. Hú, igen, és most. Hát igen. Két Corsair azért bemegy. Na most van elég Overlord, de lesz elég Overlord elég ideig, ugye? A két Corsair megpróbálja legyakni ezt az egyet. És akkor megint hát vissza, az megint supply block lesz ugye, hogyha jön ember most kijött, pont ez kijött. És ott a másik mellette, és semmi nem védi, még most érkezik csak a Hydra. Hát... Leszedi? Nem, elmenekül. Azért csak leszette. Ismét supply blockban az Erg. Azért ez frusztráló tud lenni, ugye Gerez? Nagyon. Fordasztó. De hát mivel csak két Corsair van ezért innentől kezdve, hogyha a hidrák egy helyen vannak az Overlordokkal, akkor azért azzal már... Tettek két fokasztó, elmények ez a speed is. Húha. És milyen akkurátosan pakolja le a fájlókat, meg a gateway-eket sorra? Na, hát ezt így kell csinálni. A Forge-ba fejlesztés most nem megy még ugye, tehát a védelemet nem fejleszti, vagy mi az a páncélt. Speed pontosan ebben a pillanatban jön ki. Na még a Corsairekkel megpróbálkozik valamit, ott van két Overlord, de van három Hydra is, vagy mennyi? Három Hydra, igen. Elveszített egy Corsair-t. Ez a Corsair az ingyen halt. Ennek nagyjából. A Zelotkák. Na a Zelotkák befutnak szépen a mainbe. És be tudnak futni körbe jobb oldalt. De nem teszik. De inkább nem teszik. Ja, hát ez elég sok hidraliszk azért. És én jönnek is a templárok is. Ó, az Erg mennyi Overlordot visz, mi lesz itt? Szerintem támadásra. Az oké, okay, de hogy az Overlordok mit támadnak? Droppolni akar? De hát nem lehet itt meg bedroppolni szerintem, nem valószínű. Ahogy hidralisz, ott lehet vélekezni a Portlerelen is, szóval az az mondjuk rá. Igaz, az igaz. Nem akar otthon hagyni semmit védeni az Overlordokat, inkább hozza az Overlordokat oda, ahol az action van. Nincs még Storm, nincs még energia. Hát igen, pedig kéne, ugye kéne. De van. Új is lefókuszált egy templár. Van már egy Storm. Nincs hova kidobni. Ja. Nincs hova kidobni, éppen. Ja, van három templár, mindegyben egy Storm-nyi energia.
És P nem szokott ezekkel szarakodni, kidobja a Stormot és már teszi is ki az Arkont általában. Na nézzük, most lesz egy Storm, igen, egy Storm, az jó. Csak az a baj, az... Azt a maradék hidraliszket valószínűleg nem lehet. Ja, egy rossz helyre kirallizott drón is ott volt, 4 élete maradt éppen. Tehát ez a gateway, ez ugye ez ilyenkor leesik, ez nem lehet mit csinálni. Forog a Forge, az a kérdés, a Forge leesik-e, amíg forog? Nem, de azért pár hidralisz ingyen hal. Na most megint az egész hidrosság egyszerre, na most lehetne a Stormokat dobni, és kell is! Kell is oda közéjük! Jaj! Jó volt! Csak az a baj, leesett két canon is, mire az a Storm kiment, ugye? De nem baj, mert ahol eddig volt Stormot lesz még. Újj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 j
20-ra halt meg, azt látok. Ja, aha, igen, hát 11 kill-je van az egyiknek, meg 7 a másiknak. És van újabb stormnyi energia kettő templárban, és nem tette ki az arkont, ahogy én ezt gondoltam volna. Protoss teszi le az újabb kanonokat, és a Forge az kifejleszti a támadást, a kettes szintű támadást. No problemo. És legalább most már ki fognak férni a dragónok is. És jönnek a dragónok tömegével. Még nem csak előtörök lesznek, hogy látom a... Igen, készül a fejlesztés lassan. Kész is van, ja. Pont lemaradtam, de pont abban a pillanatban a Protoss is ki tud mozdulni, úgyhogy... A Zergnek úgy tűnik, hogy hazamegy védekezni. És ugye klasszikusan az a helyzet, hogy a Protoss ilyenkor, amikor kitámad, akkor kéne települnie. Úgyhogy abban az irányba is indul meg talán, nem? Egy, ott a közeli harmadikra, vagy hova fog menni a Protoss vajon kitelepülni? És ezek a hidrák miért vannak még mindig ide rallízva? Ez nem túl jó. Legalább felderítők. Fontos ja. Információt szereztek a halálukkal. Ja, látják, hogy a Protoss elkezdett kimozdulni. Mondjuk az Erk részről várható volt, az Erk várhatta ezt. Kint vannak a lurkerek szépen. Olyan távolságra helyezve. Na nézzük, ezek a lingek belefutnak-e a halálukba, nem? A Protoss kiküldött egy próbot, de van ott egy hidralisk. Ja. Infested Nexus lesz. Az lenne jó, hogy olyat is lehetne, ez kár, hogy olyan nincs. Na de hozott-e Observer? Hozott, csak a templárok hogyan fogják tenni a Stormot itt, minden azon fog múlni, mert ez a Protoss sereg önmagában még... azért lurkerek ellen. Kéne tenni jó helyre a Stormot, barátaim! Az szép hely. Nagyon jó. Ezek jó helyre mentek, ezek a Stormok, igen. Ezek a lurkerek már egy... Jó, és még azért a biztonság kedvére oda is kimegy egy... Itt egy kevésbé jó Storm volt. Az a Storm az csak a füvet... fűre ment ki. Igen, zöld füvet szétlőtte. Fűre stormolni tilos. Mennyi hidra leszették a High Templárokat szépen? Ja, már csak kettő templár maradt és egyiknek sincs elég... De az egy... Nem, egyiknek sincs elég energiája, úgyhogy itt most... Vagy egy arkont kell gyorsan csinálni, meg hozni az erősítést, így van, már épül is az arkon. Na mi lesz itt? Két oldalról van körbezárva ez a dragón sereg ezzel, csak ez egy probléma van. Ja. Jön az erősítés, az arkón az tankolja be a sebzéseket. Az halálával egy kis időt nyert azért. Több időt nyer, mint a maradt volna templárnak. Most megy ki a kitelepülés, de pylonnal kezd. Na, a hidra még mindig ott van. Az üti a nexus. Közben megindult a dragón sereg. Hoppá, Zerg harmadikra. Dolgozik ez is azért. A Sunken Colony is rendesen. Azért a Protoss sereg ez nem nagy, de nem is kicsi. Kellemetlenséget tud okozni. Nagyon jól van, így van, hát nagyon jól van micrózva. És az a helyzet, hogy bár kicsi a Protoss sereg, de kicsi a Zerg sereg is. Uh-huh. Superior Micro, az van. Ez a Hydra, ez... APM-mel. Békésen követte egy darabig ezt a sereget. Kitette a Nexust, az a Hydra az már nincs sehol. Kíváncsi vagyok az, ami történetett. Elment? Visszavonta. Visszavonta? Megölték az elotok. Ja.
Na Papa Maci, mit látsz az Ergnél, milyen esélyeket látsz ebben a szituációban? Nincs, kevés a lurker, nem fejlődik elég lurker. Kevés itt a pénz, és itt van a szánkban a protoss, ami soha nem jó. Ja. Ez így beüt jön még. Rossz kombó. Ez így gáz. Talán a Zernek nincs annyi pénze, az is hozzátesz, hogy a főbázison nem termel úgy már. Aha. Kevés a dolgozó? Igen, elfogynak, mert épületeket teszel belőleg, és elfogynak. Jaja. És igen. GG. GG. Hát, GG. Igen. Ez hamar megfordult, nem tudom, megfordult, mondhatjuk, hogy megfordult, vagy végig a protossnál volt az előny, hogy látjátok? Nem mondanám, hogy... Szerintem olyan... Hát én egálnak tartottam addig, amíg még támadottak a hidaliszket, mert nem tudom bemenni, mert ott már elég sok high tempárat belenni nem tudnak. Ja. Aztán... Talán ez a 3 bézzel, a két protossz ellen, akkor lenne jó, hogyha az igazán termelni abból a 3 bázisból, de itt viszont... Nem, tehát a mainen ott több volt a minerált, mint a dolgozó, azt láttam. Mm. Aztán tényleg a 20 hidalisz meghalása a kanonokban, azt még megemlíteném. Tehát ott most 20 halt meg, azért egy szám. az egy szám és nem is kicsi. Az egy nem kis szám. Az a probléma van, igen. Hát jó, ez egy egész szép játék volt King P-től egyébként, tehát abszolút megérdemelte. Ja, igen. Felesleges overlord halálok voltak, mert a kocsia úgy játszott, hogy ezt kivédje, csak elrontotta és nem védte ki azért, tehát egy kicsit ott nem volt ott, hogy rajzol lennie kellett volna. De az úgy pedig úgy játszott, hogy ezt kivédje, csak nem védte ki. Ja, az igaz, tehát azok az overlordok az nagy problémát okozott, hogy ott azért beragadt ugye. A supply miatt, kátyak én. Ez egyértelműen a protoss irányba kedvezett. Na és a következő pályánk az nem lesz más, mint a Longinus, ami szintén 3 fős pálya. Mit számítunk? Tehát mennyire számított itt szerintetek az, hogy ez egy 3 fős pálya volt? Hogy látjátok? Az mennyire... Nem vettem észre, hogy ilyen túl sokat számított volna. Tehát én is úgy gondolom. Tehát nem ment ki senki. Ja. Szerintem hamar megtalálták egymást a játékosok. Igazából onnantól kezdve akár kétfős pálya is lehetne. Ez durva egyszerűsítés, de nagyjából erről van szó. Hát mondjuk azt számított, vagy az számít a különbség a pályák között volt a kettő között, hogy a... Közel van a harmadik fokat az Zergnél, a Taukoszton, de itt meg nem, ha jól értem, nem hiszem igazán. Hmm. Tehát itt nem esik úgy van a harmadikat Károlyon számúgy is, de a Taukoszton igen, szóval ott nem ugyanezt fogod csinálni. Nem tudtam könnyen segíteni magadnak egyik másik bázison. Igen, mondjuk ebben van valami, tehát meg eleve az, hogy viszont azért az én, hogy hívják on, a Longinuson, azon meg van az a dupla gázos exp-re lehetőség. Hát nem tudom, hogy annyira akarsz-e gázt felé mindenképpen az elgére. Tudom, hogy terminálni nagyon kell, nem tudom, hogy mennyire. Hát, hogy a mutázni, vagy nem tudom, mondjuk olyan hosszú távon meg nem tudsz mutázni Zerge, vagy Protoss ellen, mint Terran ellen valószínű. Bár az se igaz, mert azért tehát ilyen harassmentre nagyon jó a muta valószínű későbbiekben is, nem? Hát leszedni a tembálokat például az elég jó, igen. Hát így van. Na, hát akkor... mit szólnátok, hogyha kezdenénk a játékot? Mondjuk. Én azt szólnám, hogy... Hogyha fő vagytok-e készülve rá. Ám legyen. Ám legyen? Teljesen fel vagyunk készülve. Akkor csapjunk oda.